A kép bal oldalán kék-sárga szerelésben a Bicskei Tornaklub U16 évesek csapata. Jobb oldalt fehér-fekete nadrágban pedig a Szár KSE U16 csapatát látjuk. Köszöntöm a kedves tévénézőket, a most következő összeállításomban összefoglalom a Bicske Szár U16 évesek bajnokságának mérkőzéséről készült videóanyagomat. A gólok felidézése mellett nyilatkozik a Bicskei csapat utánpótlás edzője Csicsai Károly, évet értékelve, és a klubvezetés részéről pedig Komjáti Péter mondja el véleményét a bajnokságról. Még a nyilatkozatok előtt az összeállítások és az U16 évesek Fejér megyei labdarúgó bajnokságáról készült statisztikai adatokban is ismertetem a bajnokság 2017-18 évi végeredményét, megyei gólövőlistát és a Bicskei csapat házi gólövőjét, illetve a Szári csapat házi gólövőjének az élbolyát. Akkor csapjunk a közepébe, hiszen 17 gólt fogunk látni a gólösszeállításomban, de előtte a főszereplőkről a két csapat összeállítása a következő. Itt a kék sárgában a Bicskei csapatot látjuk. Csatakiáltás, itt meg a Szárjak. A vendégcsapat összeállítása kapuban Hollósi Kristóf, további játékosok. Maróti Krisztián, Kellner Levente, Sashegyi Dániel, Erdélyi Dominik, Tóvári Krisztián, ő a csapatkapitány. Hospodár Bence Sándor, Nyári Mário, Csaba Zoltán János, Hollósi Gyula és Tóth Barnabás kezdő 11-en léptek a pályára. Közben elkezdődött összeállításon. A cserepadon foglalt helyet a vendégeknek Tóvári Milán, Kőfalvi Gergő, Tax Dominik Zoltán, Bogdán Balázs Csongor és Horváth Benjamin Kristóf, a csapat technikai vezetője Kovács Balázs, és természetesen ott volt egyesült elnöke Laca Albert és szakmai megfigyelő Juhász József mester. Na de nézzük, hogy mi lesz ebből a Bicskei támadásból. Egy nagy helyzet Szilágyi előtt, de belelőtte a vendégek kapu védőjébe, Hollósi Kristófba. Nálunk maradt még a labda, de már ugye szerelnek a Szárjak. Na, nézzük a hazai összeállítását. Kapuba Cipót, Zénő, további játékosok, Molnár, Rihárd, Márk, Borsos Krisztián, Johan Nikolasz, Hajdú Attila, Pintér, Erik Márk, Szilágyi Szabolcs, Váradi Rihárd, Márk, Ház Ákos, Bakus Balázs és Gyökeres János Imre. Tehát ez volt a kezdő 11, és elég rövid volt a cserepad, hiszen a padon foglalt helyet egyedül egyszem cserejátékosunk Gyurica, Illés, János. A szakvezető közül ott volt, közben látjuk a gólokat, hiszen mint már mondottam, 17 gólt fogunk látni. Itt van a Szárjak első gólja. Cserepadon foglalt helyet vezettük az utánpótlás edzőként Csicsai Károly, technikavezető Nagy György és Komjáti Péter klubigazgató. Közben itt a Bicskei gólját látjuk. Ha jól látom, Szilágyi zavarása eredményezte ezt a gólt, de nézzük még egyszer ezt a lehetőséget. Szabadugrás Johan Nikolasz passzolta be oda középre. Ez egy nagy meglepetés az ellenfél számára, és itt pedig kapura lőtt, ugye, Hajdú Attila, és végül is beván szorgott a labda az ellenfél kapujában. Na kérem, közben 16,5 méterről szabadugrás a vendégek javára, és ezzel a góllal már is vezetnek a vendégek. Tóvári Krisztián lőtt az elsőt, Hollósi Gyula a másodikat, mindez az első félidő 16. percében történt ezzel a góllal, tehát 2-1-re vezetnek a fehér mezben játszó Szári csapat. Itt meg egy szép kiugratás Szilágyi gólhelyzetben, és be is lövi, így is van, és 2-2-re módosul az eredmény. No kérem, ez a 18. perc eseménye, íme a feliratból is lehet látni. Ki tudtunk egyenlíteni, de ettől kezdődően csak Szári gólokat fogunk látni. Én addig ismertetem a bajnokság érdekesebb eredményeit, hiszen ezt a bajnokságot a 16 éveseknél a Mór csapata nyerte meg, igaz csak jobb gólkülönbséggel, hiszen pont ez a Szári csapat végzett a második helyen, akit most látunk játszani. Tehát első a Mór, 22 meccsből 20 győzelem, egy döntetlen, egy vereség, 61 szerzett ponttal. Ugyancsak annyi pontja volt a Szári csapatnak,
mérlegés szinte ugyanaz, hiszen 20 győzelem mellett egy döntetlen, egy vereség. 61 pont, de jobb a gólkülönbségük, hiszen a Móriaknak 255 plusz góljuk van, a Szárjaknak pedig mindössze 150. Hát elég érdekes egy tabella ez, hiszen a Móriak a bajnok csapat tagjának 272 lőtt gólja van és 17 kapott, a Szárjaknak pedig 179 lőtt és 29 kapott góljuk volt. Harmadik helyen a Felcsúr gárdája végzett, 6 ponttal lemaradva a másik helyzettől, illetve az elsőtől is. Felcsút mérlege 18 győzelem, egy döntetlen, 3 vereség, 168-24-es a gólkülönbségük. Negyedik helyen a Velence csapata végzett 42 ponttal, ő pedig jócskán lemaradt a harmadik helyen álló Felcsút gárdájától. Velence mérlege 14 győzelem, 8 vereség. Ötödik helyen Tordas végzett 39 ponttal, hatodik helyen a Martonvásárnak 38 pontja van. És mi a hetedik helyen végeztünk 33 pontra, tehát 5 pontra maradtunk le mindössze a hatodik helyen végzett Martonvásár együttesétől. Mérlegünk 22 meccsből 11 győzelem, 11 vereség, 107-138-os a gólkülönbségünk. Ez 50%-os teljesítményt jelent a csapatunk életében. 8. helyen végzett a Lovasbering gárdája 22 ponttal, 9. helyen a Fehérvár Csurgó 19 szerzett ponttal, 10. helyen a Bodajk végzett 16 ponttal, 11. helyen a Bakony Csernye, 1 győzelem, 1 döntetlen, 20 vereséggel 4 szerzett ponttal, és a Maroshegy csapata végzett a 12. helyen, azaz az utolsó helyen, hiszen 1 pontot szereztek, és mivel az utolsó két helyezettet, a 14 részvevő csapatból a Pátkát és a Pusztavámot kizárták, így 12 csapat fejezte be a bajnokság végküzdelmét. Itt egy kis kakaskodás Szilágyi részéről, de hát ezt ő bánja, mert ugye nem lehet kakaskodni. Igaz, hogy nem ő kezdte, de ő folytatta, és a mérkőzés játékvezetője Ferencik István nagyon helyesen kétszer figyelmeztette sárgalappal, és így itt az eredménye, itt a jutalma, hiszen ajaj, hát ez nem sportpályára illő mozdulatok, és ezért Ferencik István kiállítja, megkapja a második sárgalapját is a fiatal játékosunk, Szilágyi Szabolcs, pedig hát ő volt a csapat kapitánya, de hát egy kicsit megfeledkezett magáról, és akkor már mondtam is, hogy a mérkőzést Ferencik István játékvezető vezette, ő vele nem volt be, csak íme a kapott gólokkal, hiszen egyre jobban kapjuk a gólokat. Érdekes eredmények a bajnokságból, főleg a Mórnak voltak nagy arányú győzelmei, hiszen Bakony Csernyét 23-0-ra lépte le, Bodajkot 33-0-ra, a Mie együttesét 43-0-ra, Bicske Mór 0-14, Mór Lovasberény 15-1, Lovasberény Mór 0-13, Mór Velence 10-0. A Szárjaknak is volt nagy arányú győzelmük, de ő nekik kevésbé, pont azért is kicsit rosszabb a gólkülönbségük, mint az első helyen végzett Móriaké. Közben egy szép gól Sashegyi részéről, és már is sokkal vezetnek a Szárjak. Ez volt az első játékrész végeredmény, amit láttunk a feliratból. Tehát Szár, Mie, a Maroshegy csapatát 16-1-re győzték le a Szárjak. Bodajk Szár 0-20, Szár Bakony Csernye 16-2, Bicske Szár 2-15, Szár Bicske 15-2. És a Bicskének is voltak nagy arányú győzelmei, Bodajkot például Bodajkon gyűrtük le 11-3-ra. Idehaza a Mie együttes ellen 18-4-et játszottunk. Bicske Bakony Csernye 10-2, Bicske Bodajk egy gólgazdag mérkőzésen 9-7, Bakony Csernye Bicske 2-14. Tehát azért voltak csapatunknak is nagy gólarányú győzelmei. De pillancsunk bele egy kicsit a játékba, és mindjárt mondom a házi gólövőket is. Itt Cipó Zénó nagy védését láthattuk, miután takarásban remekül védte ezt a félfordulatból leadott lövést. Nagyszerű védés volt ez a bicskei háló részéről. Csapatunknál a gólövő listán Szilágyi Szabolcs végzett az első helyen 52 találattal. Második helyen Hajdu Attila 17 gólt szerzett, Johann Nikolas 12-t, Pál Bence Parna 11-et, Máté Dani 8-at, Várati Jádmárk 7-et, Csendi Miklós 5-öt, Pintér Erik Márk szintén 5-öt, Horváth Zsordén is 2-t, Müller Martin 2-t, Bakos Balázs, Csákvári Ferenc Kristóf, Erős Patrik, Gyökeres János Imre, Gyurica Illés János,
Molnár Richard Márk, illetve Sipos Patrik egy-egy gólt szerzett, és íme 63. percben már 8-2-re vezetnek a Száriak. És akkor a vendég együttes házi góllövői, Poszpodár Bence Sándor végzett az élen 30 góllal, Tóvári Krisztián 28 gólt lőtt, Sashegyi Dániel 26-ot, Hollósi Gyula 25-öt, Nyári Mário 25-öt, Ballai Áron 23-at, Tóth Barnabás 10-et, Erdély Dominik 9 gólt szerzett. Csapatunk eredményei ebben a bajnokságban: Bicske Martonvásár 2-7, Tordas Bicske 2-0, Bicske Velence 0-5, Lovasberény Bicske 3-6, tehát győzelem, Fehérvár Csurgó Bicske 6-4-es vereség, Mie Bicske 3-5, tehát győztünk, Bodajk Bicske 3-11, újabb győzelem, Bicske Mór 0-14, tehát vereség, Bakony Csernye Bicske 2-14, újabb győzelem, Szár Bicske 15-2, tehát első körbe is 12-es vereséget szenvedtünk, Bicske Felcsút 0-17, Bicske Martonvásár 4-2, győzelem, Bicske Tordas 3-4, szoros mérkőzésen vereséget szenvedtünk, Velence Bicske 4-5, győzelem is, itt egy jó sorozat következett, csak győzelmek vannak, Bicske Lovasberény 5-3, Fejérvár Csurgó ellen 5-0, Mi ellen 18-4, és Bodajk ellen 9-7-es győzelem, Mór ellen egy vereség, 12-1-re kaptunk itt, Bicske Bakonycsenye 10-2, Bicske Szár 2-15, és az utolsó fordulóban Bicske Felcsút 1-8, tehát ezek voltak 2017-18-ban a Bicskei Tornaklub U16 éves csapatának az eredményei. Ezen a mérkőzésen pedig kikaptunk 15-2-re gólokat a vendégek részéről: Sashegyi 3-at, Tóvári 1-et, Hollósi 4-et, Hoszpodár 2-t, Tóth Barna 1-et, Csaba Zoltán, Bogdán Balázs, Kellner Levente és Csaba Zoltán újabb 1-1 gólt szerzett, és így alakult ki a 15 vendéggól. Részünkről Hajdú Attila és Szilágyi Szabolcs volt eredményes. Még a mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a találkozó 34. percében Ferencik István, a mérkőzés játékvezetője, Szilágyi Szabolcsot kétszeri sárgapos figyelmeztetés után végre kiállította. No kérem, ennyi volt a mérkőzésről szóló összeállításunk, és most hallgassuk meg a Bicskei csapat edzőjét és klubigazgatóját. Kedves Karcsi, légy szíves értékelni a csapatunknak az egész éves teljesítményét. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Tavaly augusztusban kért fel Komjáti Péter klubigazgató úr, hogy az U16-os csapatot vegyem át. Egy fő feladatom volt, ugye olyan ütőképes csapatot kialakítani, ahol is létszám van, illetve edzéseket is tudunk tartani, illetve majd az eredmény ezután, ugye a munkánk után, hogy legyen is eredmény. Kevés fővel kezdtük ugye tavaly augusztusban. Egy fél év ráment arra, hogy egy csapatot alakítsunk, egy csapatot építsünk föl. Lassan kezdett felduzzadni a létszám, 14-15-en voltunk ősszel, illetve tavasszal most már értük a 21-es létszámot, az edzéseink 14-15-ös átlag létszáma voltak. Felemás évet zártunk ősszel, még az egy kicsit gyengébb eredményeket értünk el, 4 győzelemmel, 9 vereséggel, illetve a tavasszal, amikor már a létszámot fel tudtuk duzzasztani, már edzések is olyan létszámmal voltak, ahol dolgozni tudtunk, itt 8 győzelemmel és 4 vereséggel zártunk. Én azt mondom, hogy ez olyan fejlődés mutat, akár létszámban, akár edzésben, meg eredményen, hogy az egy-két mérkőzésre eltekintve, ahol az első, második, harmadik helyzetű több sok góllal kikaptunk, gratulálni tudok a játékosoknak, és mindazok a játékosoknak, akire edzésre lehetett számítani, mérkőzésekre lehet számítani, egy folyamatosan felfelé ívelő teljesítményt nyújtottak. Még visszatérve az őszi szereplésünkre, kevesen kezdtük, ebbe igazad van, és mi a véleményed arról, hogy végül is a csapat létszámot úgy tudtuk összehozni, hogy Tatabányáról kellett építkezni, hiszen van egy 12 000 lakosú városunk, ahonnan egy komoly szervezéssel elő lehetne állítani biztos egy 20-as keretet, de szükségünk volt arra, hogy ugye te segítséget, de hozzunk játékosokat.
Hát igen, elvileg az lenne cél minden ugye településnek, hogy ahol ugye egyesület van és csapat van, akkor minél több létszámban vegyenek részt olyan lakosú játékosok, akik itt laknak. Én úgy tudom, hogy voltak is olyan játékosok, akik régebben jártak, egyéb okok miatt ugye abba hagyták. Tehát mindenképpen az lenne az elsődleges, hogy az adott település saját lakosára támaszkodjon. Hát sajnos itt mindenképpen más település is kellett játékosokat hozni, illetve azért tavasszal már több játékos jelentkezett be ide edzésre, akik itt laknak, és így sikerült is azért 21-re túlzasztani a létszámot, tehát ősszel mindenképpen 6 játékos hozni kellett Tatabányáról, mert velük együtt voltunk meg csak 13-an és 14-en. És hogyan látod, miben fejlődtek ezek a játékosok az őszhöz képest tavaszig bezárólag? Hát először is az volt a feladat, hogy ez a különböző településre érkező játékosokat össze kellett csiszolni, a posztokat ugye megtalálni, egy kicsit ugye összeszokjanak, megismerjék ugye egymást, ugye erre egy fél év ráment. Én úgy gondolom azért sikerült azért egy olyan csatárt is találni, aki annak ellenére, hogy nagyon sok gólhelyzetet kiadott, de gólérzékeny volt, azért a középpályát sikerült úgy összeállítani nagyjából, hogy olyan csapatokat vertünk meg most tavasszal, akiktől 4-5 góllal össze kikaptunk. Itt majdnem mindenkit meg tudtunk verni, a Tordason kívül csak a dobogósok taktunk ki. Egy kicsit összebeállt a csapat, egységese volt a csapat, védelemben is sikerült egy kicsit javítani, annak ellenére, hogy 4-5 meccsen azért sok gólt kaptunk. De az is sokat segített az, hogy hazai pályán játszottunk a játékosoknak, hiszen mégiscsak itthon érezhették magukat játékosaink ezen a pályán. Nem csak az segített sokat, hogy tavasszal végig tudtunk játszani, hanem azért össze tudjuk hasonlítani, hogy tavaly nyáron milyen körülmények voltak itt, és most milyen körülmények vannak. Tehát egy év alatt egy szuper stadiont épített fel a vezetőség, és a vezetőség minden infrastruktúrát, hátteret megadott a játékosoknak, csapatnak, hogy normális körülmények között tudjanak edzeni, és azt mondom, hogy ilyen létesítményen nagyon kevés csapat rendelkezik, tehát biztos, hogy ez egy plusz motiváló erő volt a játékosoknak is. Rátérve a csapat egyéni teljesítményeire, hogyan látod, hogy miben fejlődtek azon kívül, hogy szeretik a labdarúgást, edzenek, de egy kicsit, mintha öncélúan játszanának ezek a játékosok, sokat csel egyes meccseken. Tehát mindenképpen nekik ezt meg kell tanulni, hogy ez egy csapatjáték. Amikor ugye passzoltak és ugye csapatjátékot csináltak, akkor sokkal több helyzet volt, sokkal több gólt tudtak rúgni. Amikor már egyéni játékot, én nem azt mondom, hogy mondtam neki, hogy lehet kreativitást bevinni a játékba, de egy kicsit már azért túllőttek ezen a dolgokon, egyedül akartak mindent megoldani, és az általában meg nem sikerült. Viszont amikor meg csapatjátékkal bevontak 4-5 embert a játékfelépítésben, a támadás felépítésben, akkor sokkal nagyobb lehetőség volt az ellenfél kapuja előtt. Ezt mindenképpen meg kell tanulni nekik, edzésen ez gyakorolni. Meg hát a fejükbe is kell ugye ezt tenni, hogy ez nem egyéni játék. Nagyon sok gólt rúgtunk, de még többet kaptunk. Mi erről a véleményed? Egyrészt ugye, hogy nagyon sokat rúgtunk, hogy sikerült tavaszra a középpályát, illetve a támadósort úgy megerősíteni, hogy azokra mindig tudtunk támaszkodni. Viszont igen, az első 3 helyezett, az, akik azért messzebb járnak tőlünk, ugye több éve együtt játszanak, ott ilyen 14-15 gólokat kaptunk, tehát ott nem csak a technikai tudás, hanem egy kicsit a mentális képességben is, ugye, amikor egy kicsit fejben már feladtak a játékosok, illetve volt olyan mérkőzés, aminek a kapott gólok felét el lehetett volna kerülni, hogy kicsit komolyabban oda veszük, és a technikai tudásunk olyan, hogy esetleg ezt el lehetett volna kerülni. Tehát itt a mentális képességben inkább, és akkor még a tudásban is kicsit kellene majd ezen majd úgy javítani, hogy ennyi gólt nem szabad kapni. Nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol sokat kaptunk, de volt a mérkőzés, és ahol sokat rúgtunk. Tehát ez arra, hogy voltak gyenge csapatok, és voltak nagyon erős csapatok. Így van, szintén becsülendő azoknak a csapatoknak a játék, akik nálunk gyengébbek voltak, de itt voltak, végigjátszották sportszerűen a mérkőzést. Tehát ami viszont a mi számunkra egy kicsit hátrány, hogy lövünk 8-9 gólt, és mellette kapunk 7-8 gólt, tehát egy 9 gól, vagy egy 3 lőtt góllal nem biztos, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Tehát ott a védelemben is nagy problémák voltak, viszont annak ellenére pedig a támadó meg a középpályásor ugye lőtte a gólokat, tehát nagyon sokszor ugye oda kell vigyen, hogy egy kézilabda vagy egy vízilabda eredmény azért egy foci mérkőzésen ugye nem születhet, tehát ott esetleg az ellenfél védelme gyengébb volt, de ugyanúgy nálunk is azért a védelem nem mutatta azt a jót, amikor egy 9-10 gólt nem lehet egy mérkőzésen kapni. Volt egy házi gól királyunk, a Szilágyi Szabos személyben, aki 50 gólnál többet lőtt. Mi erről a véleményed, hogy őnek a mentalitása, hozzáállása miben mutatkozott meg a csapat szerkezetében? Tehát amikor a Szabolcsra tudtunk folyamatosan, ugye a Szabolcs később kapcsolódott be a csapat munkájába, főleg ugye tavasszal mutatta azt a formáját, de még mindig nem a 100%-os formáját, amit ugye ő tud. Ha a Szabolcs a kihagyott zicsereinek a felét belőni, én akkor úgy gondolom,
gondolom, hogy minimum ott lett volna a dobogón a gólkirályi ugye, címen. A kicsit a mentalitása így van, tehát neki is fejben nagyon ugye, hamar ideges lesz, ha esetleg nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy ő szeretné, ideges lesz. Jó játékos, gyors játékos, viszont egy kicsit jobban kellene koncentrálni, kicsit neki is csapatjátékosába kell egy kicsit tenni, de mentalitásban és fejben mindenképpen, ha előre szeretne lépni, akkor össze kell magát szednie. Végülis a 16-nál hány játékos öregszik ki, és kik azok, akik feljebb lépettek a 19-ben? Pontosan nem számoltam össze, de a többsége az kiöregszik. Tehát ugye a 2002-es korosztály fog kiöregedni. Körülbelül a 21 főből az olyan 13-14 játékos, aki már nem lesz U16-os korosztály jövőre, a többi még 2003-as, 2004-es, akik U16-os korosztályban maradnak. Erről a mai meccsről akarsz egy mondatban tartani egy beszámolót? Mi okozta a nagyarányi vereséget? Akik előbbrébb járnak nálunk, én avval kezdtem az évet, hogy akik ügyesebbek, jobbak nálunk, attól nem szégyen kikapni. Az a szégyen, ha úgy kapunk ki, hogy nem teszünk meg érte semmit. Tehát azért nem mindegy, ugye egy szoros mérkőzés játszunk, vagy kapunk egy 10-15 gólt. Ez a mérkőzés is úgy indult, annak ellenére, hogy 5 kezdő játékos nem volt ugye a csapatban, egy cserével játszottuk végig, ugye egy 20-25 percig 3-2-es vereségre álltunk. Támadtunk, védekeztünk is, voltak zicsereink, helyzeteink is, és utána sajnos egy kiállítás megpecsételt a dolgunkat. A második fél időben már sajnos a játékunk szétesett, nem tudtuk azt nyújtani, mint ha esetleg a teljes kezdővel tudtunk volna kiállni. Ez lett a sajnos a nagyarányú eredmény. Végezetül tudhatnánk-e valamit az edzői munkádról továbbiakban? Köszönöm szépen a kérdést. Komjáté Péter klubigazgató úr felajánlotta, hogy tovább is számít a munkámra az U16-os csapatnál. Én kértem a Pétert, hogy még várjunk egy kis időt, üljünk át, beszéljük meg, hogyan változik a játékos keret, akár a feljövetel, akár ugye a kiesők létszámától függően. Hát Kocsi, köszönöm szépen ezt a kimerítő válaszadást, interjút, munkához pedig további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a játékosok nevében Gyuri, neked is, Péternek is, meg a vezetőségnek azt a munkát, amit tényleg itt egy év alatt lebonyolítottatok, akár az infrastruktúra, akár a háttér, akár az anyagi dolgok, akár a csapat munkáját úgy segítettétek, hogy le a kalappal, bár minden ilyen egyesületnél így végeznék a vezetőség a dolgokat, a játékosok meg már csak akkor egy dolog lett volna, vagy lesz, az edzés meg a foci, úgyhogy köszönöm szépen én is a lehetőséget, meg a munkátokat. Én is köszönöm szépen ezeket az elismerő szavakat, és még egyszer köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen. Kedves Péter, először is gratulálok a labdarúgó csapataink szerepléséhez, de te hogyan tudnád összegezni, illetve értékelni csapatainknak a 2017-18 évi szereplését? Én azt gondolom, hogy a Biskei Tornaklub 7 labdarúgó csapattal szerepelt ebben az idényben. Ebből 4 a Bozsik programban szerepelt. Elmondhatjuk, hogy hosszú évek után végre stabil létszámmal, nagy kedvel végezték, jól felkészült edzők irányításával a munkát, a csapatok, és ugyan ebben a korcsoportban még nem nagyon számítják és nem nagyon számolják az eredményt, de elmondhatjuk azt, hogy gyakran sikeres eredményeket produkáltak a csapataink, nem egyszer a felcsúti csapatokat és környékbeli egyesületeket is megverve. A 3 nagypályás labdarúgó csapatunk szerepléséről elmondhatjuk, hogy hatalmasat fejlődött az U16-os serdülő csapatunk, ami azt jelenti, hogy jócskán javítva az egy évvel ezelőtti mérlegen végül is 50%-os teljesítménnyel zárták az idényt, 12 győzelemmel, illetve vereséggel, 129 gólt lőve, ami mindenképpen a támadó játék hatékonyságára utal, és végre elértük azt, több mint 2 év munkájával, hogy nem voltak létszám problémáink, tehát stabilan minden meccsre fel tudtunk készülni megfelelő létszámú kerettel. Az ifjúsági csapatunk szintén látványosat lépett előre a múlt évhez képest. Ez azt jelenti, hogy az 5. helyen végeztek, csodálatos tavasz idényt produkálva, ami azt jelenti, hogy 11 győzelmet, 1 döntetlen és 2 vereség volt a mérlegben. A 2 vereségből az egyiket azt idegenben szenvedték el, az egyetlen idegenbeli meccsen Sárbogárdon, a bajnok Sárbogárdnál, a másik pedig egy szoros rangadón itthon a felcsút ellen, ahol bizony ugyan nem szeretünk a játékvezetőkkel foglalkozni, de egy elég indisponált bíráskodás mellett 2-1-re kaptak ki a fiúk. Tehát összességében azt mondhatom, hogy ezen kívül, a 2 meccsen kívül gyakorlatilag majdnem az összes meccset hozták hazai pályán, és nagyon szép idényt hoztak össze
Földes Gábor játékosai. Felnőtt csapatunk mindenki által ismert módon rendkívül szoros finishben bronzérmet szerzett végül. A bajnokkal és a második helyezettel azonos pontszámmal végezve, sajnos a versenykiírás értelmében holt verseny esetén a több győzelem rangsorol. Ebben nem álltunk túl jól sajnos, mert sok döntetlenünk volt, és a második helyzet Morral szemben végül is egyetlen egy gól döntött, tehát hogyha a Sárbogát elleni 2-1-es meccset még egy góllal meg tudtuk volna toldani, akkor Bicskére került volna az ezüstérem. Tehát összességében úgy gondolom, hogy egy olyan idény után nem kell szégyenkeznünk, ahol a bajnokkal azonos pontszámot ér el a csapat. Más kérdés, hogy sajnos mindenkiben van egy kis hiányérzet, hiszen egy kis odafigyeléssel, különösen az Ercsi és a Mór elleni hazai meccsen, ha legalább egy pontot tud a csapat szerezni, akkor bajnok lett volna, és készülhetett volna az osztályozóra az MB3-as idény érdekében. Ezek után marad az, hogy további erősítéseket kell elvégeznünk, és az új idényben kivívni a bajnoki címet, illetve az osztályozó jogát. Hát azért csapatunk érdemét dicséri az, hogy az Ikaruszt, aki bajnok lett, mind a kétszer megvertük. Ott is, itt is. Így van, ősszel egy 7-2-es. Demoralizáló 7-2-es idegenbeli siker volt, itthon pedig egy 2-0-ás szintén biztosnak mondható eredmény. Megvertük, sajnos voltak váratlan fiaskók, tehát az Ercsit azt mind a két meccsen, sajnos a gólzáboros meccsen, de vereséget szenvedtünk. Én úgy gondolom, hogyha az egyiket tudtuk volna hozni, akkor most sokkal jobb lenne a hangulat. Péter, visszatérve az utánpótlás csapatainkra, miben kellene javítanunk ahhoz, hogy az edzés látogatottság jobb legyen, mint az elmúlt szezonban volt? Ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen a nagypályás utánpótlás csapataink játékosainak az öme középiskolás, és tudjuk, hogy a mai világban a középiskola végzése egy elég nagy teherrel jár. Többen nem csak tanulnak, hanem szakmai gyakorlatra járnak, illetve dolgoznak is az iskola mellett. Borzasztó nehéz összehangolni azt, hogy az edzésekre ideérjenek, hiszen nem csak bicskei játékosaink vannak, hanem a környékbeli településekről is járnak többen is. Az egyesület ezt azért igyekszik úgy megszervezni, hogy az autóbuszos szállítást azt mi vállaljuk, Csákváról, Tatabányáról egyaránt. Igyekszünk még inkább ezt összehangolni az új idényre, és természetesen a fiatalokat nem csak a futballra neveljük, hanem az életre is, hiszen a legfőbb céljuk és a kötelezettségük ebben a korban az, hogy az iskola zökkenőmentesen menjen, és elvégezzék az iskolát, és leérettségizzenek, illetve tovább tanuljanak a lehetőség szerint. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy a futball az nem a legfőbb cél ebben a korban, viszont egy nagyon jó segítség ahhoz, hogy teljes emberré váljanak, hogyha felnőttek ezek a gyerekek. Klubvezetésünkre komoly feladatok várnak az elkövetkezendő időben, hiszen U14-es csapatot kell építeni, és ha jól hallottam, illetve beszélj arról, hogy a BTC2, illetve az öreg fiúk építése hogyan áll. Ugye rendelkezésünk áll ez a csodálatos, közel 400 millió forintból épített sportlétesítmény, és úgy gondoltuk, hogy ha már ez megépült ez a létesítmény, akkor töltsük ki megfelelő tartalommal, ezért is indítottunk 3 újabb csapatot. Ez azt jelenti, hogy most már 10 labdarúgó csapattal indulunk nyáron. Óriási elánnal kezdődött meg az öreg fiúk csapat megszervezése, a Bicske 2 megszervezése, amelynek Földes Gábor lesz a vezetőedzője, és az U14-es csapatunkat pedig azért indítottuk el, hogy meglegyen a megfelelő átmenet a U13 és a serdülő U16-os csapat között. Legnagyobb örömünkre nagyon nagy létszámban jelentkeztek mindegyik csapatunkhoz, és úgy gondoljuk, hogy a szurkolóknak és az egyesületnek is az örömére fog szolgálni mind a 3 csapat. Egyedül Földes Gábor nevét említetted a ifjúsági, illetve BTC2-nél, öreg fiúknál, illetve 14 éveseknél kiválható edzőként. Az U14-es csapatot illetően már sikerült megállapodnunk Marton Henrikkel, ami azt jelenti, hogy az U13-as együttessel együtt ő fogja edzeni a fiúkat. A serdülő csapatot illetően még tárgyalásban vagyunk,
Csicsai Károllyal, mi szeretnénk, hogyha maradna és folytatná a munkát. Az ifi csapatot pedig együtt a Bicske 2-vel Földes Gábor fogja edzeni. Pontosan azért, hogy megteremtsük azt az átmenetet, hogy az ifi csapatból akár felnőtt együtteshez is átkerülhessenek játékosok még könnyebben. A nyár programjáról hallhatnánk néhány szót? Igen, legfőbb a feladatunk ugye az lesz, hogy most a bajnoki idény lezárultával és az éremátadás után megkezdjük az új felnőtt csapat építését, de ezzel együtt az összes többi csapatnak a keretét igyekszünk feltölteni játékosokkal, de mindenek előtt július elején még egy nyári gyermektábort szervezünk meg, ami 2 éve óriási sikert aratott, és most július 2-től 6-ig, illetve 9-től 15-ig 2 korcsoportba fogjuk ezeket a táborokat megtartani, itt a Bicskei Sporttelepen, számos kiegészítő programmal, illetve kirándulással, uszodalátogatással, ezekre a táborokra még van lehetőség korlátozott számmal jelentkezni. És most legközelebb a bicskei nézők mikor láthatnak itt Bicskén bajnoki labdarúgó mérkőzést, illetve a világbajnokság után mikor jöhetnek nézni meccseinket? A felkészülés vélhetően, ez még ugye a leendő edzőnkkel pontosításra kerül, július a közepéig el fog kezdődni. A tavalyi év gyakorlatából kiindulva az új bajnoki idény Magyar Kupa selejtezőkkel fog indulni. Ezek július végén szoktak indulni, illetve augusztus első hetében. A bajnoki idény pedig úgy gondolom, hogy nem fog változni, tehát augusztus 10, illetve 15-e között fog indulni az új idény. Természetesen a megfelelő időben interneten keresztül is erről majd tájékoztatjuk a szurkolókat. Mikor várható edző személyének a döntése a felnőtt csapatnál? Szeretnénk néhány napon belül megnevezni az edző személyét, hiszen jól tudjuk, hogy a futballban az edző személyéhez nagyon sok minden kapcsolódik, nem csak a szakmai munka, hanem az új játékos keret kialakításának a feladata is. Tehát a mi célunk az, hogy lehetőleg egy héten belül nyilvánosságra tudjuk hozni az új edző személyét. Egyelőre csak a labdarúgó szakosztályunkról beszéltünk, a többi sportág vezetőről, illetve feladatéről majd későbbiekben. Mit tudnám még üzenni a tévénézőknek végezetül? Én mindenképpen azt üzenem, hogy először is örüljünk ennek a szép idénynek, ami mögöttünk van. Egy kis visszapillantásra is alkalom a nyári szünet. Kérem a szurkolókat, hogy nézzék a Bicskei Gyuri YouTube oldalon a gól összefoglalókat, amelyekből készült szép számmal minden meccsről, nem csak felnőtt meccsekről, hanem utánpótlás a mérkőzésekről is, és nagyon sok szép meccsünk volt, és pihenjenek, és azt kérem, hogy az új idénbe teljes elánnal buzdítsák az új csapatunkat is. Jó, és akkor tévén kívül hol tájékozódhatnak még a szurkolóink a BTC híreiről? Minden BTC-s információt felszoktuk tenni a 2060.blog.hu oldalra, de remélem, hogy most már napokon belül elkészül az Egyesület új weboldala is, ez a www.bicskeitc.hu oldal, és ott napra készen minden információ föl lesz. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm.